hosszú tél, majd hirtelen felmelegedés. A növények is nehezen viselik a hőmérséklet ingadozást. A termelők folyamatosan locsolják a növényeket, de a forróságban a föld így is gyorsan kiszárad. Sajnos most sokat kell locsolnunk, mindent, a krumplitól kezdve gyümölcsösök, kukorica, dinnye, szóval bármi vetemény gyümölcsös, és gyorsan kiszárad. A gyümölcsösöket nem kell sűrűn öntözni, azok ugyanis tovább megtartják a nedvességet. A krumpli két naponta igényli a vizet. Rendes körülmények között csak a reggeli és esti órákban lenne szabad itatni a növényeket, ugyanis a termés minőségét ronthatja az, ha az extrém forróságban víz éri a növények leveleit. A termelők azonban különböző locsolási technikákkal egész nap öntöznek. Ezelőtt egy pár évvel még szinte mindent öntöződobba, tifonnal locsoltunk, aminek van előnye, hogy mozgatható, vihető bárhol, de oda jutottunk, hogy az energia árak miatt lassan térünk át erre, a víz mennyiség miatt is, meg jóval kevesebb árammal locsolunk így mikroöntözőkkel. A mikroöntözők másik előnye az, hogy megkímélik a növények leveleit, emellett a nagy forróságban megtartják a föld nedvességtartalmát, és hűtik is a növényeket. Egy kiadós eső azonban nem csak nekünk, de a növényeknek is hasznára válna már.